ez azért már nem az első demonstráció, amit úgymond meghekkel az ellenzék, és botrányba taszít egy elvileg az érdemi, vagy értelmes párbeszéd céljából megrendezett, vagy megszervezett dolgot. Ön szerint ez egy kényszer szülte állapot, és tényleg nincs más eszköz az ellenzék kezében, mint a botrány politizálás? Na most ezt a fajta politikát, ha lehet ezt így mondani, kényszer szülte, ezt leginkább saját maguknak szülték. Tehát egy párt, amikor összeáll, akkor nem csak hasonló ideológiájú személyek gyűlnek össze, hanem olyan emberek, akik egyébként más-más területek iránt mutatnak komolyabb érdeklődést, legyen ez munkaügyek, környezetvédelem, energiapolitika, stb. És nyilván ezek a sokféle gondolkodású emberek a saját szürke állományukat felhasználják különböző javaslatok, ötletek létrehozása gyanánt, és ezekből az ötletekből aztán mi, mint a nagy közönség értesülünk, esetleg programok, törvényjavaslatok formájában. Na most az ellenzéke jellemző a magyar baloldalra, hogy már jó ideje igazából saját erőteljes javaslattal, programokkal nem igazán tudnak jelentkezni. Leginkább az a bevett gyakorlat, hogyha kitör egy botrány, ami szül egyfajta elégedetlenséget, akkor igyekeznek minél hamarabb jelen lenni. Ugyan ilyen ügy, például a Kata ügy, ezt se az ellenzék találtak ki eredetileg, viszont megpróbálnak rárepülni, megpróbálnak belőle botrányt csinálni. Valójában őket már nem a jogtechnikai kérdés az, ami foglalkoztatja ebben az ügyben, hanem az, hogy elindult egy verseny. Ezt a versenyt ismerjük, ez a KIA, Orbán kormány legnagyobb ellenzéke verseny. Lényegében egymásra próbálnak rádicitálni, és a saját létezésüket próbálják legitimálni, így április harmadik után, és sokakban felmerült az a kérdés, akár baloldalon is, hogy ezekre az ellenzéki pártokra mégis mi szükség van, itt alkalmatlanok még az ellenzéki szerepre is, és azzal, hogy most megjelennek, akár személyesen is, a saját létüket akarják valahogyan alátámasztani, tehát egyértelműen itt az önös politikai célok jelennek meg az ellenzéki pártok oldaláról. És hát ugye az látszik, hogy ez egyre komolyabb tehernek számít a bal liberális érzelmű emberek szempontjából is. Tehát ez a fajta politikai ténykedés. És hát térjünk vissza akkor egy másik jól ismert kérdéshez, de ami állandóan terítéken van, és amire ön is utalt, hogy meddig maradhatnak a mostani bal liberális pártok, mint egy koloncként az ellenzéki érzelmű emberek nyakán? Valóban ez egy nagyon érdekes jelenség, hiszen általában egy pártnak a támogatói, vagy egy ellenzéki csoportnak a támogatói azért általában örülnek, hogyha a saját pártjuk jelen van mondjuk egy tüntetésen. De itt valóban az nagyon érdekes helyzet állt elő, hogy a pártok kimentek, a baloldal különböző megmondó emberei sorra háborodtak fel, és szívük szerint zavarták el volna az ellenzéki pártokat. Tehát ez egy ilyen nagyon különös, gyűlölve szeretve viszony, amit itt látunk. Úgy tűnik, hogy az ellenzéki szavazók egy része jelenleg szégyeli az ellenzéki pártokat. Valóban az látszik, hogy az ellenzéki pártok nem tudtak olyan teljesítményt nyújtani április óta, ami egyébként az ellenzéki szavazóknak elég lenne. Tehát nem csak az, hogy az általuk ígért, vagy hát az általuk ígért kiábrázolt fideszeseket sem találták meg, de gyakorlatilag most már az ellenzéki szavazók is kiábrándultak az ellenzéki pártokból. Most az a kérdés, hogy vajon ezt a kiábrándultságot, ezt vissza tudják-e fordítani. Mi a Nézőpont Intézet végeztünk egy közönkutatást. Maga a kutatási időszaka pont a katatörvény módosításának az időszakára esett, és ott például kiderült, hogy továbbra is egyedül a Demokratikus Koalíció és a Momentum az a baloldali pártok közül, amelyek éppen, de átugranák még az 5%-ot, míg a többi baloldali párt erre képtelen lenne. Tehát nagyon a határon mozognak azért ezek a pártok, nagyon alacsony a támogatottság, hiába van egy botrány, hiába van egy tüntetés. Nem látszik az, hogy ezzel egyébként érdemben bármiféle politikai előnyre vagy plusz támogatottságra szert tudnának tenni. És hát azért az is látható, amit ugye hát a konzervatív oldalon régóta rebesgettek, vagy sejtettek, hogy az ellenzéki
pártok korifeusai, és hát az egész ellenzéki, magyarországi ellenzéki filozófia nem, egyáltalán nem tartja ördögtől valónak azt, hogyha mondjuk Magyarország csődbe jutna valamilyen szempontból, egy komoly gazdasági recesszió következne be, mert akkor a saját sikerüket attól még, vagy továbbélésüket ebben egy ilyen katasztrófa helyzetben azért még valahogyan biztosítottnak látnák. Na most az utóbbi időben az látszik, hogy egyre leplezetlenebbül vállalják ezt az álláspontot, tehát számomra hajmeresztő volt látni, hogy néhány ellenzéki politikusnál tényleg kibújt a szög a zsákból, és az interjúkon keresztül látható az, hogy ők tényleg nem túlzás azt állítani, hogy szurkolnak annak, hogy Magyarországnak rosszabb legyen. És lehet, hogy ezt az emberek is látják. Igen, hát Gyurcsány Ferenc a tökéletes minta erre. Már egy hete, vagy akkor már régebb óta is arra vár, hogy itt valami borzalmas dolog történjen Magyarországon, belétve az emberekkel is, bízza benne, hogy ez az ő helyzetét például segítheti. Ez azért ez morálisan egy nagyon erősen megkérdőjelezhető politika. Tehát természetesen nehezebb helyzetben, amikor egy ország nehezebb helyzetben van, nyilván az a mindenkori ellenzéknek a támogatottságát segítheti. Viszont azért az, amikor egy párt, legyen akár ellenzékben is, arra hajt, hogy minél rosszabb legyen, vagy minél nagyobb összeomlás legyen, és gyakorlatilag erre vágyik, az azért erkölcsi, morális értelemben az egy nagyon mély pontra utal. Egy ellenzéki pártnak nem attól kell várni a sikert, hogy itt majd borzalmas dolgok történnének, hanem pont ellenkezőleg neki kéne összetekkel állni, jobb törvényjavaslatokat benyújtani, jobb programokat benyújtani, és ezzel mondjuk meg tudná győzni az állampolgárokat, hogy mondjuk az adott ellenzéki párt egy jobb alternatíva lenne. De itt nálunk sajnos nem az van, hanem mindenki már az ellenzéki oldalon egy csodaszerű összeomlásra vágyik, arra hajt, hogy majd akkor talán lehetőséget kapnak. Azért ez egy nagyon kiábrándító politikai helyzet. És hát az is látszik, hogy éppen eközben a negatív szurkolás ütemes tapsa, hogyha lehet ilyet mondani, hallgatása közben azt látjuk, hogy az Európai Bizottsággal lassan talán nyugvópontra jutnak azok a kérdések, amelyek úgymond elválasztják Brüsszelt és Budapestet az utóbbi időben egymástól, és hát ez is egy nagyon nagy riadalmat okozott az ellenzéki oldalon. Az Európai Bizottság ugyanakkor 15%-os gázfogyasztás csökkentést is javasol a tagállamoknak, ami viszont már magyar szempontból nem biztos, hogy annyira örvendetes, tehát más területeken úgy tűnik, hogy lehet kompromisszum a kormány és az Európai Bizottság között ezen a ponton, lehet, hogy nem. Ugyanakkor azt is olvashatjuk, hogy a kormány mostani rezsicsökkentéssel kapcsolatos lépései éppen ennek a brüsszeli javaslatnak a részleges elfogadását jelentik. Egyetért ezzel a gondolattal? És ha megnézzük az európai politika működését, ideális esetben, az utóbbi időben nem volt ideális, de az ideális esetben valóban úgy néz ki, hogy mind a két szereplőnek vannak érdekei, ezeket az érdekeket ütköztetik, és megpróbálnak valamiféle kompromisszumos megoldást kitalálni. Az Unió korábban emiatt tudott úgymond jól működni, persze ez egy időigényes döntéshozatali folyamat, de végül olyan döntés született, amit valamennyire mindenki saját magának érzett. Az a gyakorlat, amit a magyar kormány viseltetik Brüsszel irányába, ez az a klasszikus gyakorlat, a tagállamok és az Európai Unió központja tisztelik egymást, meghallgatják egymást, és mind a két fél megpróbál valamit engedni. Sajnos az elmúlt években az Európai Uniós testületek irányából ez a fajta tisztelet, vagy egy ilyen rangúság, ez nem volt jelen. Most bízunk benne, hogy Navracsics Tibor miniszter úr pozitív nyilatkozatai, azok átbillenthetik ezt a rossz időszakot, és egy szebb időszakot hozhatnak el Budapest és Brüsszel kapcsolatába. Nyilván ez majd mind a két félnek a politikai akaratára szükség lesz. Én úgy látom, hogy a magyar kormány részéről a megegyezés és a kiegyezésre teljes politikai akarat rendelkezésre áll.